kedves utasaim, aki szeretné kipróbálni az előklátható brékláncot, jelentkezését leadhatja nálunk, vagy a fiúknál. És most időzünk még el kicsit New York Metropolisban. Centrálban a sétány, koncogni és görgócsolyázni járnak a helyiek és a turisták. Egy különleges sportággal is találkozhatunk sétánk során. Az USA-ban valamikor 40-45 évvel ezelőtt ismét használni kezdte egy nagyon régi sporteszköz, a dugó kötelet. A kötél hajtását egyre több akrobatikus elemmel egészítették ki, így jött létre egy új sportág, amelyet ma kötélugrásnak rope skippingnek nevezünk. A kötélugrás zenével összhangban végrehajtott látványos, akrobatikus elemekkel tűzdelt koreográfia. A következő percekben a Maklári Kos Kötélugró Klub versenyzőit láthatják majd. A klub több mint 30 éves, alakulása óta rengeteg világ és Európa bajnoki címmel, sok-sok fellépés, bemutató és showműsor, média szerepléssel büszkélkedhet. A kezdetek maroknyi csapata jelenleg körülbelül 70 versenyzővel van jelen a magyar versenyeken, ebből 12-en a magyar válogatott tagjai is. Idén nyáron Pozsonyban kerül megrendezésre az Európa-bajnokság, amelyre nagy izgatottsággal készülnek. A most fellépő csapatban is szerepelnek az EB-re utazó keret tagjai. Szenvedélyük a kötélugrás, és imádnak fellépni, szórakoztatni, a közönség arcára mosolyt csalni. A most következő műsorszám egy picit rendhagyó, az ugrókötél sok színűségére rávilágító gyakorlat lesz. Felkészítőjük Hanuszika Éva. Fogadják őket szeretettel! Don't come back no more. What you say?
Köszönöm, hogy megnéztétek!